estét mindenkinek! A Hashtag Bocskor 7. veszélyhelyzeti adása. Sosem gondoltam volna, hogy ezt így fogom egyszer valamikor megfogalmazni. Rögtön rátérek a vendégeimre. Itt van Vosala Rozina! Tornocki Anita! Csonka Bandi! És Kabát Peti! Na, és ez a szerkesztőségünk, tulajdonképpen az egyetlen közönségünk, és hát mint mindig nagyon-nagyon alacsony létszámú stábbal dolgozunk, de megpróbáljuk ezt is megoldani, ami drága Rozink, ahogy mondta a Peti, hogy megérkezett Perúból, hát erről fogunk rögtön beszélgetni. Perú fővárosa megvan? Ezt most csak azért kérdezem a Petitől, mert az öltözőben ezzel szórakoztunk, hogy Peti főváros király. Mindent tudok. Elsőre összekeverte egyébként a Peru fő állatával, tehát először láma volt, aztán lima lett, ugye? Ja, figyelj, egy betű tévedés. De egyébként meg lima, igen, Perúnak. Egyébként meg lima. És akkor ezzel szórakoztunk, hogy dobáltunk egymásnak országokat, te nem voltál annyira jó benne, pedig te nagy utazó vagy. Én földrajzból borzasztóan rossz vagyok. Tehát de földrajz... utazni szeret, az nem azt jelenti, hogy földrajzból is jó. Na de a leglehetetlenebb országokkal kezdtetek ti itt ketten dobálozni, hát még jó, hogy az ember azoknak nem tudja. Melyik afrikaival? Kongóval kezdtem. Jó, az egyébként nem nehéz. Na mondjad. Dzsungin-dzsing. Ne! Peti! Na jó, a Peti. Tényleg. Dél-Afrika fővárosa. Dél-Afrika fővárosa Johannesburg. Nem az? Nem. Akkor mi? Pretória. Az horvát város, hagyj az már. Mi az a Pretória? Te autóztál már le Pretóriáig? Figyelj, nincs messze. El, Peti. De nincs ha, már messze. Ha már hangzás után, akkor inkább görög lenne, mint horvát. Pretória, hát ja, ilyen kicsit ilyen görögös. Görög, horvát, kocsival 8 óra. Brazília. 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 Nagyon jó, Peti! Óriási vagy. Megkérdezhetem, bocsánat, hogy te mit csinálsz? Igen, mert te még nem voltál itt, hát nincs közönségünk, azt látod? A gépi közönség. És nekem van egy tabletem, és... És te döntöd el, hogy ki a vicces, és ki a nem vicces. Kérdezzek, hogy ezért plusz pénzt kapsz legalább? Ó, ez egy jó kérdés. Amúgy kérjél, ez, mert így nehezebb. Ez sokkal nehezebb. Tudod, amikor a Petinél volt, és a Peti minden saját mondatán elnyomott egyet. Nála összeszedomkodtam. Vigyázz, mert ha szemtelen vagyok, akkor nálad, hú, ez jobb. Meg van vastaps. Vastaps melyik? Vastapsunk van. De hát az a... Bandi! Bandi. Annak a vinyori és meghallott. Ah, vastaps, én felállok. Óriási. Már jó, Rozi, azt ígértem, hogy... Ezt még el kell mondjam, tegnap láttam egy részét annak a műsornak, aminek nem mondjuk ki a címét, mert másik csatornán van, ahol hülyéknek a hülye válaszait kell kitalálni, hogy eltalálják, vagy Bordus. Nem, és Bandi volt az okos, aki eltalálja, hogy a hülyék kitalálják-e, és az volt a kérdés, hogy Csonka András tagja volt-e néhány évig a Beatlesnek, és azt mondták, igen. Na, nem mondod! De figyelj már, ez direkt csinálja. Ezt nem tudtad? Ez direkt csinálja. Nem tudtad, hogy tagja volt a Beatlesnek? Normális vagy? Hát nem, ez nem direkt csinálják. Direkt? Hát ez egy nagyon komoly casting munka egyébként. Akkor ő lenne Meryl Streep és Al Pacino. Miben voltál te? Beatlesnek voltál, oké. Beatles. Ober Tauer. Na jó, kezdjük szétesni, tehát akkor most rátérünk Rozira. Koordinálj minket valami. Próbálom, de hát na jó. Tehát Rozi, nagyon izgultunk érte. Azt tudjuk, hogy ugye Dél-Amerikában voltál, Perúban. Lámán keresztül. És ráadásul te egy olyan utat abszolváltál, ahol mindenféle telefon és internet elérhetőség nincsen, ugye a dzsungelben voltál. Így van. És ezt lehetett látni ugye az RTL-en, hogy téged aztán meglepetésként ért, amikor kijöttél az erdőből és bementél a városba, hogy itt a koronavírus mint olyan elterjedt, ugye? Egy lépéssel előrébb mennék, mert hogy nekünk még legalább 10 napot tartott volna ez a túra, amikor az egyik lánynál volt egy szatelites telefon, és apukájának akart boldog születésnapot kívánni. És ez volt az egyetlen indok, ami miatt mi felvettük a kapcsolatot a külvilággal, és apuka mondta, hogy hát lehet, hogy akinek vannak üzleti érdekeltségei, vagy van családja, az lehet, hogy jobban tenni, ha elmenne egy olyan pontra, ahol lehet felvérni a kapcsolatot a külvilággal. Úgyhogy én aznap elindultam, és egy 3 órás kis túrával elértem egy olyan pontra, ahol van mobiltelefon. Hát, és akkor te egyedül vagy az egész csoport? Nem, én ott akkor délután egyedül mentem. Elindultam. És akkor rám zuhant ez a történet, hogy itt bizony ez a koronavírus, ami akkor, amikor én bementem a dzsungelbe, egy kínai történet, hír volt. Na most én
attól az egytől kezdtem el rettegni, hogy ez a pont Iquitos, ez egy olyan pontja egész Perúnak, ahonnan sehogy máshogy nem lehet kijutni csak repülővel. Ugyanis egy dzsungel veszi körbe az egész területet, és én rettegtem, hogy légtérzár fog következni, úgyhogy visszamentem a táborba, és mondtam, hogy mi elindulunk holnap reggel, és kimenekülünk innen, eljutunk Lámáig, és Lámából egyszerű lesz hazamenni. Na most, mikor mi másnap kijöttünk, az a hír fogadott minket, hogy bejelentették a légtérzárat, és se kisebbe onnan. Egész Peru területén, úgyhogy mi Iquitosba szépen kijöttünk a dzsungelből. Ilyen, akkor hova megy az ember? Tehát ott vagy Iquitosba, sétálsz hát az utcán. Hát szálloda, ahol... Eleve volt foglalásotok. Mi előtte onnan indultunk abból a szállodából, úgyhogy oda visszamentünk, és gondoltuk, hogy most egy hét légtérzár, most mit nekem egy hét légtérzár, tök jó. Ki lehetett még járni egy darabig, a piac nyitva volt, de ahogy elkezdett a vírus egy kicsit jobban elterjedni ebben a városkában, beparázott a szállodatulajdonos, és konkrétan bereteszelte az ajtókat, és neki ahhoz... Ebben voltál vagy kint akkor? Ebben a pillanatban? Igen, amikor reteszel, bocs. A reteszelésnél én még átslisszoltam a retesz alatt, és bekerültem a szálloda belső részre, és ahhoz neki van joga, hogy azt mondja, hogy ha te kimész a szállodájából, már nem jöhetsz vissza, tehát ő nem köteles neked szállást nyújtani, tehát vagy elfogadod az ő szabályait, vagy ennyi. Úgyhogy mi bent ragadtunk ebben a szállodában. Sok így. Igen, de ez jobb volt így, hogy benn vagy? Mint hogy Iquitos utcáit járom még két hétig. Hamarabb hazajöttél volna. De nem tudtam hazajönni. Légtérzár volt. Tehát ez volt a lényeg, hogy én próbáltam kijutni Iquitosból mindenféle kérvén. És mint a kalandfilmekben nem volt valami helyes Indiana Jones. Odáig jutottunk, hogy felajánlottuk a perui katonai helikoptereseknek azt, jó megvesztegetni a hadsereget. Ajánlottuk nekik, egy humanitáriánus gépeknek, hogy mi adományt szeretnénk nekik ajánlani fel azért cserébe, hogyha elvisznek minket Lámába, de hát nem. De milyen adományra gondoltál? Hát milyen adományra? $100 adományba. Hát milyen? Érted? Hát... De nem fogadták. A perui hadsereget. Nem jutott volna a megfelelő helyre. És a dzsungel közepén ott csak ti voltat? Vagy mi ez egy kiépített ilyen tábor? Hogy lehet elmenni egy olyan helyre, ahonnan 3 órányi gyalogtúra a térerő? Tehát hogy jutott eszedbe egy baromság? Azért, mert ez pontosan egy ilyen digitális világtól való elvonulás. De ezt el lehet játszani egy erdőben is, nem miért kell 3 órát? Hát akkor lemegyek, legyalogolok Szegedre és vissza, hogy mindenhol. Ez egy nagyon jó dolog. Én voltam már ilyenen, és nekem ez nagyon sokat adott, hogy... Rozinak ki kellett tisztulnia. Ez nagyon sokat ad, hogy nagyon sokat ad. Semmi telefon, hát van nálam telefon, de nem működik, mert nincs térerő. Na menjünk tovább. Tehát ott vagy Iquitosba, bereteszel a szállodába, és vannak terveid. Mikor a terveid? Hát a terveim, hogy este csirkepaprikás. Azt megtanultak nagyon jól csinálni egyébként a helyi asszonyok, akik ott volt. Beengedtek a konyhára ugyanis. Tehát az nagyon, tehát már átírtuk, kicsit magyarosodott az étlapja az étteremnek. Tiszta volt? Borzasztó volt. Az egész, az elképesztő volt. De nem az a lényeg. Ott próbáltunk mi kijutni, és az én csoportomban, akikkel voltam, volt 2 német nő. És a németek valahogy átverekedték 3 hét után azt, hogy Chilén keresztül, Chile felé, Chile fővárosa? Chile fővárosa, Chile Dél-Amerika, Chile, úgy írják, Santiago de Chile. Most miért lövöd le? Ja, nem, azt hittem, hogy a Peti úgyis még itt elmorfondírozott volna a 4 órát. De nem hallottam. Ja, akkor mi? Nem Chile fővárosát kérdezték. Chile fővárosát, mindjárt mondom, fejezd be a sztorit. Igen. Szóval Chile felé indítottak egy gépet a németek, egy menekítő járatot, és erre várólistára kerültem. És az volt mondva, hogy várni kell az aktivizálásunkat a szállodában azoknak, akik csak várólistások. Tehát a németek elmennek. Chileig hogy jutsz el, hogyha légtérzár van? Hát azzal. engedtek egy darab német gépet felszállni Iquitosból Chilébe. Ja. És én úgy döntöttem, hogy nem fogom az aktivizálásomat várni a bereteszelt szállodában, hanem fogom magam, kimegyek a reptérre, és megpróbálom elérni, hogy engem felengedjenek erre a gépre. 6 órán keresztül győzködtem a német konzult, mindent. A német konzult. A német, mindent, amit el tudsz képzelni, mondtam neki, és a végén egy papírt alá kellett írnom, hogy saját felelősségemre és a magyar kormány felelősségére elvisznek Chiléig. Ebben a pillanatban én odaengedtek a check-inhez, oda mentem az útlevelemhez, de úgy volt, hogy csak Chile fővárosáig. Santiago de Chile.
Yes! Mindegy, hagyjuk. Hajolj meg! Mentél Santiago-ba? Nagyon ügy. Mentem Santiago-ba, odadom az útlevelemet, és visszakaptam 2 darab beszállókártyát, egyet Chiléig, egy másikat pedig Chiléből Frankfurtig. Wow! És én azt álltam... Próbáltál-e egyébként magyar külképviselettel bármilyen kapcsolatot felvenni? Nem tudom, hogy Perúban van-e, vagy a Chilében, vagy bárhol. Természetesen Dorottyával nagyon jó barátságba kerültünk, van egy weimari vizslája lámában, és... De már mondod a lámát, és rám mutogatsz, én tudom, hogy Lima. Na most nagyon-nagyon-nagyon jó fejek voltak, de ők... Limából tudtak volna Európába juttatni. Tehát ők egyszerűen Perún belül nem tudtak segíteni abban, hogy eljussunk Limába. Uh-huh. Jó. Elkerültél Frankfurtig végül. Azt tudom, hogy yes. Mennyi 67 órás volt a hazautad? Frankfurtban ott éjszakáztam, másnap reggel Bécsbe volt egy repülőgép, ott leszálltam, és Bécsből vonattal Budapest. És akkor én annyira boldog voltam, hogy 65 óra után megkaptam ezt a piros kis cetlit. De az kitől? A keleti pályaudvaron, vagy hol? Hát de a Vámosok, amikor határellenőrzésen. Tehát amikor jöttél át Nikesdorfon keresztül, akkor kaptál egy matricát? Kaptam egy matricát, hogy Milyen érzés volt? Hát én akkor már nagyon boldog voltam, mert akkor már nekem mindegy lett volna felem, egy bilincsbe is zárhattak volna, hogy az abba visztek hazáig, tehát hogy én nagyon boldog voltam. Nem csak azért... Egyébként ez miért volt automatikus, hogy kaptad, azt elmagyaráztak? Mindenki, aki veszélyeztetett zónából vagy hosszabb úton keresztül jön haza, az 2 hét hatósági karanténra köteles. És ellenőriztek téged valahol? 5-ször. Nem mondod. 5-ször ellenőrzés. 2 hét alatt 5-ször? Ez hogy néz ki egy ellenőrzés? Képzeld el, hogy az a hihetetlen ebbe az egészbe, hogy nem hozzád csöngetnek be, hanem valahogy belógnak a házba, mind az 5 alkalommal, mert azt akarják leellenőrizni, hogy ez a piros fecni ki van-e ragasztva, hogy tilos a belépés a te lakásodba, és hogy te tényleg otthon vagy-e, mert lehet, hogy valahol a szomszédból meghallod a csöngőt, ami be van kötve, és akkor átugrasz a kerítésen, és belógsz. Szóval hátulról támadnak. Ötször hátulról. Ezek mik, rendőrök, vagy civil ruhások? Rendőrök, második kerületi rendőrfőkapitányságtól bejönnek, és akkor rád néznek, megkérdezik, hogy hogy vagy, mondod, hogy köszönöd, jól, hogy bírod, kedvesek, hogy bírod. Nem lett volna jobb egyébként a dzsungelben maradni? Azért nem lett volna jobb a dzsungel, egyébként gondolkodtunk rajta. Én tényleg benne volt egy pont, amikor már 2 hete kilátástalanul vártunk, amikor arra gondoltunk, hogy mi visszamegyünk a dzsungelbe, sőt, hívtuk is a kis buszt, de katonai blokkádok voltak Iquitos körül, és nem engedték be a kis buszt, ami elvitt volna minket a dzsungelbe. És azért gondolom egyébként, hogy nem lett volna jó ötlet, mert a tegnapi nappal rendeltek el egy további 90 napos teljes lezárást és karantént Perún belül, és én nagyon gyanakszom, hogy azért egy ilyen országban, ami egy nem annyira fejlett ország, nem egy annyira fejlett egészségügye, ez nagyon könnyen polgárháborúhoz vezethet. Aha. Ígérd meg, hogy többet nem mész. Nem. A dzsungelben. Anyámnak se ígértem, meg neked se fogom. Kis tartsal a Petihez, megcsinálked ott, kialakít egy körzetet. És mi van akkor, hogyha ebbe a 2 hétben nem vagy otthon és elkapnak? Országos körözést adnak ki ellened. Én azt gondolom, hogy akkor 2 hétre bebörtönöznek. Nem, csak szabálysértés egyébként, nem bűncselekmény. Eladod nekem a megfilmesítés jogát? Mert ez nagyon tényleg. Ez tényleg. Live-hoz egy ilyet, hallod valamit. Vágysz még a jövőben ilyen teljes információs elzárkózós létre? Én azt gondolom, én amikor ezt először megcsináltam, akkor úgy döntöttem, hogy én ezt évente egyszer meg fogom csinálni, mert szerintem nagyon-nagyon jól tesz az embernek. Egy ismerősöm volt csendtáborba, ahol csendtábor? Nem lehet telefonod, nem hallgathatsz rádiót, nem nézhetsz semmit, egymás között sem beszélhetsz. Csináljuk ott egy bocskorsót. Nem adhatsz ki. Nem adhatsz ki egy hangot sem. Nekem is volt ismerősöm. Meditálsz. Mi ez a hülyeség, gyerekek? Nem. Elképesztő gondolatok jönnek elő, amikor nem a külvilág és a saját zajod nyomja el az agyadat. Na, oda pisil nem kell, és akkor ki kell kérdezkednem valahogy. És akkor hogy pisilsz? Nem, ez egy olyan, mint egy olyan... De mit csinálsz pisilés közben? Hát azért valami... Na, de a közös meditációról ki akarok menni a teremből, kell mondanom. Nincs közös meditáció, tehát egyedül azt csinálsz, amit akarsz. Hát maradhatok otthon is, akkor miért kell ezért fizetnem? Na, de annyit beszélsz otthon, hát ezt nézzük a közösségi médiában. Igen, de... Na, egyébként most itt a utazással kapcsolatban ki az, aki a nyáron készült valahova? Van-e olyan köztünk, akinek esetleg már le kellett mondani az útját, vagy befizettetek-e valamit?
nem tudom, hogy ki, hogy állt ervekkel. Én még nem tartottam ott, hogy lefixáljam, de hát igazából most már nincs is miről beszélni, mert hogyha olyan szerencség lesz, hogy egyáltalán dolgozhatunk már nyáron, mondjuk színházilag bepótolni az előadásokat, akkor nem lesz nyári szünet idén, de nem tudom, igazából nem tudom. Anita? Mi síelni mentünk volna még, nyáron? Akkor... Nem nyáron, hanem most még. Miért a dzsungelben lehet nem is élni, meg nem? Illetve az volt, hogy nyáron ott, de miért lehet? Ott, ahol síeltünk március 15-i hétvégén, ott másnap lezárták a pályákat, és karantén volt másnaptól. Úgyhogy mi pont így kislisszoltunk a karantén elől, és még mentünk volna két héttel később valahova, de egyébként... Mert nekem például ragad benn pénzem. Tehát én ilyen ad-hoc utazó hát vagyok. Én lányommal mentem volna Amerikába, Houstonba, és ki is fizettem a jegyet, már február vége felé, és most annyit kaptam, hogy a visszautat, tehát a Houston Magyarország felé történő utazást, azt törölték, de az odautat még nem. Ha lehetne... Fölülnél egy repülőgépre és utaznál? És most? Attól tartok, hogyha most valóban mondjuk kinyitnák, akkor én mernék-e, és lehet, hogy nem. Uh-huh. Na de ez a kérdés mindenkire vonatkozik. Például gondold el, mi lesz ezentúl, amikor valaki mondjuk köhög a nézőtéren a színházban. Igen, tehát, hogy ez a vírus. Megváltoznak a reakciói bizonyos dolgokra. Azért, hogy ne legyenek beláthatatlan gazdasági károk, előbb-utóbb kinyílik a világ. De ez a vírus, ez itt lesz, ugyanúgy, hogy az influenza, vagy a bárányhimlő, abszolút, meg minden. Csak azt mondom, hogy megváltoznak a reakcióink, a gondolataink bizonyos dolgok miatt. Most olyan ülsz, egy drámát nézel, és a csúcsponton, amikor sötét van a nézőtéren, mellette jut, hogy most érted, igen, nem az durvább, mint a repülőgépen bombát kiáltani most már szerintem ezek után. Nem szabad köhögni. Olyan csúnyán néznek az emberek, sőt rá is szólnak egymásra, hogyha valaki véletlenül köhint egyet. Hát figyelj, nekem volt ilyen, most lementem tegnap vásárolni, benn voltam nem mondom a nevét hol, és esküszöm kellett köhögnem, nem szoktam, nem mertem. Hallod, igen, körülöttem voltak, és ilyenket csináltam, így befogtam az orrom, hogy tudod, hogy visszamenjen. Mondom, mert esküszöm, ez volt a fejemben, hogy így nézni fognak az emberek, hogy koronás, tudod. Persze, ezektől meg kell szabadulnunk ezektől a dolgoktól, mert így nem lehet élni. Tehát ez. A kedvencem, amit nem értek, de őszintén most, ahogy jöttem idefelé, egy bácsi vegyvédelmi ruhába ült is. Autójába. Zárt autóban. És egy maszk, ami nem fette az orrát, hanem csak a száját. Na most visszatérve az utazásra, találtunk egy nagyon érdekes módszert, amivel ki lehet számolni, hogy hová fogsz eljutni még a nyáron. Ez egy teljesen tudományos, matematikai módszer, és miután Peti tudjuk, hogy te matekból... Ez egy nagyon-nagyon nagy tévhit, hogy én nem vagyok jó matekból. Mondom, matekból nagyon jó vagy. Jó, köszönöm. Ezért azt gondolom... Azt gondolom, hogy te kapod ezt a következő feladatot. Itt számolni kell, Peti. És az eredmény alapján, hogy milyen szám jön ki a végén, kiderül, hogy hova fogsz utazni még a nyáron, Szingapúr, Spanyolország, India, Tájföld, stb. Ott van Szingapúr, látod? Na, oké. Peti, gondolj egy számra 1 és 9 között. Megvan. Oké. Szorozd meg 3-mal. Igen. Adj hozzá még 3-at. Igen. Szorozd meg újból 3-mal. Hát próbáld ki. Megvan. Mivel nem add össze a két számjegy értékét, ami kijött. Igen. Oké. Na, mi a szám, amit kaptál? 9. Jézusom, nekem is. Maradj otthon. Nekem is annyi jött ki. Mindig az jön ki. De mi? Anita! Te mekkora vagy? Anita, mekkora vagy? Jó. Ez ilyen kamu. Apró kis átvisz, hogy jól számoltál. Szuper. Jövünk vissza nem sokára a reklám után, és a múlt héten már volt ilyen, hogy Valkó Eszti nem tudott idejönni, ő vendége lett volna a műsornak, ezért őt Hollandiában Skype-on kapcsoltuk, és most van még egy kedvencünk. Amit ki helyett lett volna itt, azt mondd meg. Ezt mi is találgattuk. Jobban nem tudjuk. Nem a mai műsorban, nem, a múltkori. Ma Bea helyett jött valamelyikünk. Nem, a Bea eleve tudta, hogy nem tud jönni. A lényeg az, hogy Prágában, ugye ott lakik, ami drága Beánk, ott kapcsoljuk majd Skype-on, jövünk vissza a reklám után. Már is itt vagyunk, folytatjuk a hashtag Bocskort Vosola Rozival, Tornocki Anitával, Csonka Bandival és Kabát Petivel. És ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon kedves szereplő ennek a műsornak nem tud itt lenni ma, sőt, valószínűleg a következő hetekben sem.
és ő is külföldön él, épp úgy, mint Valko Eszi a múlt héten, ugye ő Hollandiában viszont, ami drága csehszlovák barátnőnk, ahogy Gangsta Zoli mondaná, itt van, és itt vár a vonal végén. Reméljük, hogy Skype-on tudjuk kapcsolni Hargitay Beát! Szia, Bea! Hello! Hello! Most, ó, kitekered a gyerek nyakát, vigyázz! Már igen, már másfél hónapja hívott engem. Arról is fog majd beszélni, milyen egy fiúgyermekkel otthon lenni, mert olvastuk, hogy az nem ugyanolyan, mint a... Illetve mondd el most, nem olyan, mint egy ilyen teaparti a lányokkal, ugye? Tehát az egy őrület Jasonnel? Hát ez nagyon kemény. Ez egy imád Mi a helyzet a cseheknél, drága Bea? Tehát ott Prágában nagyjából ugyanaz a szitu, mint nálunk? Nem, itt sokkal keményebb, tehát itt hamarabb is kezdődik a karantén, és nem lehet, csak maximum kettő ember, nem sétálhat szokután leföl, szokába tudunk menni, nem tökben működhetem, vagy igazgatnod kell, hogy egy halálkal legyen. Jason, hogy maradok? És, de nem is kell elmondani a Beának, hogy milyen az élet egy fiú gyerekkel, szerintem látjuk. Hát ez abszolút demonstráló, így van. Kicsi. Bea, egy kicsit félek tőled, ha legközelebb találkozunk vele, ne így bánjál, kérlek, mert ezt nem bírom idegileg. Bea, nem tudod így lenyomni a fejét, hogy így lefelé nyom? Ne olj! Látod? Ne gondoljon! Visszaeszi a fene! Bea, drágám, körbe mutatsz egy picit, mert ugye sosem hívtál meg magadhoz Prágába, ezért legalább megnézném, hogy hol laknék, hogyha egyszer mégis beengedsz. Szeretném gyereket! Tegézőben vagyunk. Édesem, nagyon szép. Hogy a grillező, az jól néz ki. A grillező jól néz ki, látom a piakészletet. Aha, nagy tévé, New York. Nézzük meg a bárt. Menjünk gyorsan a bárhoz. Kis fitness center. Hát ott van valami szobabicikli is. Ne, az most csak kérdezik, hogy barátunkkal mentünk. És én már nagyon kér vagyok, hogy valamit. Ez látszik, akartuk mondani. Igen, nagyon kövér. De mit mondod? Nagyon kövér. De nem, hogy a fitnessgép az miért? Meghalt egy kövér koronavírusos barátja is ráhagyta? Vagy... Gyerekek, hát itt annyi térerő van, mint a dzsungelben. Lehet, hogy legközelebb beálljékhoz megyek elvonulni. Nem is kell elvonulni. Tényleg, ott aztán információ is iséged lett. Bea, ha hallasz, gyors kérdés. Van olyan tulajdonság a Davidnek meg Jasonnek, amit most fedeztél fel, hogy ennyire össze vagytok zárva? Azon kívül, hogy idegesítenek? Aha. Figyelj, egy utolsó kérdés. Vannak-e, voltak-e lefixált dátumaid ilyen szépségkezelést, illetően botox, hialuron? Azok a mi lesz? Tehát, hogy tudom én, a doktor úr adott egy vouchert novemberre? Vagy mi lesz azzal? Hát én nem tudom, hogy mi lesz. Hát nem tudom, hogy szerintem... Azért mondom, most legyártam gyorsan a szelfiket, amit most még van, és akkor utána nincsen szelfi, Jó van, utolsó kérdés, Jason éle még, mert hogy most eltűnt? Nem tudom, és nagyon köszönjük, örelünk, puszilunk, és üdv Davidnek is, és amint lehet, gyere újra haza, és akkor majd össze a műsorba is, oké? Jó, muszáj meg tennetek, mert most ez olyan izgalmas volt ez a kis... Igen, sajnos. Itt maradhat egyébként, dob be a következő témát, bocsi, a igen, hagyj hallgassa, hagyj hallgassa. Maradjon itt. Akarod hallgatni a következő témát? Maradj itt, Bea, jó? Maradj itt. Csak most elfordulok így. Na, beszélünk, ez lehet, hogy neked is tetszeni fog, a sztárok karantén produkcióiról. Ez egy érdekes műfaj, mert ugye nyilvánvalóan nagyon sokan kényszerültek karanténba, de szexi vagy, Bea.
Na, ez legalább egy értékes karanténprodukció. Majd elmondom, hogy miről van szó. Tehát ugye a leglátványosabban mondjuk ki, a művészvilág van otthon. Mert ők aztán most tényleg mindenféle termelnek, és... Hát nekik van ők nem tudnak home office. Ők nem tudnak home office-t, és végül is olyan produkciókat hoztak létre, amelyek amúgy nem jöttek volna létre, hogyha nincsen karantén, és nagyon sok zseniális alkotás van, és van egy-kettő, most tényleg finoman fogalmazok, mondjuk azt, hogy meglepő, és ezeket fogjuk megbeszélni, tehát megpróbáljuk megtalálni azt, hogy mi az, ami zseniális, és mi az, ami nevetséges. A Bandi is nagyon termékeny nagyon ebben az időszakban. Hát persze. Igen, a Bandi is nagyon termékeny. Na, rögtön kezdjük az elsővel. Itt van Madonna, ugye az ő Instagram... Ja, akkor nem tudjuk látni a Beát. Na mindegy, majd megoldják. Itt van... Nem köszönjük! Szia, Bea! Ő hal minket. Meg ő lát is minket. Bólincs hallasz! Tehát Madonna köreiből az informátorok azt mondják, hogy nagyon-nagyon rosszul viseli a fellépések hiányát és a tévéműsorok hiányát, és most már senkire nem hallgat, megcsinálja azt, amit ő gondol. És volt már olyan, hogy egy-két videót törölt, de ezt nem törölt, amit most fogok mutatni. De nekem ez a legmeglepőbb, hogy egy ekkora világsztár hogy jut el arra a szintre, hogy egy több milliós követőtáborra fölrak valamit, amit utána nem vállal, mert annyira cik is letörli. Na, ez még nem törölte le, ezt nézzétek meg. Come on, go, let's go eat some fried fish, fried fish. Come on, Vogue, I can go, let's go eat some fried fish. Be van rúgva. Biztos be van rúgva. Fried fish, cause there's no more pasta. Oh no, so we're gonna eat some fried fish, fried fish. Meg hamis, nem? Mint az állat. Abszolút hallásod van, Peti, ez most kiszt. Hol néz ki, és nem tud énekelni. Kínos egyébként, mert vele kapcsolatban mindig előfordult egyébként, ez felmerült a kérdés, hogy vajon a koncertjén, ahol hatalmas táncképek vannak, hogy ott élőben énekele vagy sem. És egy ilyen videó azért veszélyes, mert rögtön el a dolgon átasztalt. Hány éves Madonna gyereke? 61. 61 éve ezelőtt volt olyan koncertje, ahol annan effektíve elmenekült. De gyerekek, itt a kérdés az azért, hogy mennyire van kontrollja egy ilyennek. Tényleg nem a saját szobrát kezdi el éppen lebontani. De mert azért, hogy nyilván mielőtt kitette, megnézte ezt a videót. Hát látta, hogy hamis, látta, hogy idióta. De bocsi, be volt nyomva, hát nem is, nem volt kontroll. Majdnem elesett. Na jó, de hát akkor mi nem veszik, vagy miért? Az egész, de az egész élet arról szólt, hogy az sem, amit akar, nem érdekli soha az emberek véleménye, ettől volt egyébként különleges. Ettől jó, a világszárok nagy része ilyen, hát azért de azért vannak azért... emberek körülöttük, akik segítenek nekik. Igen. Abban, és akikre érdemes hallgatni. Lehet, meg mondjuk a Madonna hallgat. 50 sok éves, vagy 60. 61. De nem biztos, hogy azok az emberek, akiknek belőle pénze származik, a jó akarói. Most nézd meg Michael Jackson. Tehát azért, aki körülötte voltak... Nem biztos, hogy jó akarói, de azért csak van már mellette egy olyan ember, de nézzek, hogy most már Madonna így hírérték. És igen. Így ne azoknak, akiknek pénze van Madonnából, az, hogy most nem beszélgetnénk Madonnáról, hanem ezt csinálná. És azért azok a marketing fejű emberek tudják ezt. De pont ők mondják azt, hogy Madonna nem hallgat rájuk, és ő már kontroll nélkül teszi ki ezeket. De ez a mindegy, hogy mi csak beszéljenek rólam, ebbe én nem hiszem. Ebben Madonna egyébként abszolút se kell lerombolni azt, amit idáig felépítettél. De nem, de egyébként a meghökkentésben ő mindig császárnő volt, de ez a dolog. Ezért ez van az, hogy ez mindenképpen kellemetlen. Ez nem volt pozitív, ez az egész. De mutatnék egy másikat, itt egy magyar előadóról van szó, és ő tényleg egy legendás, zseniális jazzzenész, a Mini Együttes alkotója és vezetője volt, és ő nem más, mint Török Ádám, és ő egyenesen egy vírusölő dalt írt és adott elő. Nem tudjuk bemutatni az egészet, nem is akarnátok szerintem, amúgy 7 perces volna a dal, de egy kis szösszenetet azért megnézzük. Itt egy robotporszívó. Ez a videóklip? Igen. Ez mi? Nem rossz amúgy. Na most ő nem ivott, tehát ez nem alkohol, ez valami egészen más. Hát ezt én is megcsinálom.
És ez így megy 7 percen keresztül. Ez valami pervigyógynövény. Kill the virus, kill the virus. De egyébként voltak jazzzenészek, akik úgy csináltak egy dalt, meg fogom keresni, mert nagyon tetszene neked, hogy mindenki ült a saját otthonába, és mindenki elkezdett játszani, és egyébként egy ilyen víruspusztító dal volt, de az nagyon jó volt. Na, de a gyerekek, itt megint a kérdés az, hogy miért. Zenészek. Tehát ő tényleg egy baromi jó zenész. Ő nagyon jó dalokat is írt, rengeteg. Tehát, hogy ezt miért teszi ki valaki? Hát most ne haragudj, egy háromnapos tripbe belekeveredsz otthon a bezárt lakásba, hát csak büszkén jössz ki belőle, hogy nézd, mit alkottam. Ja. Azt a mindenit. Már azt hiszem, nem, most a Madonna után sokat szóra gondolom azt, hogy a tudatmódosító szerek fogyasztása az megugrott a karanténban. De akkor lehet, hogy én is csinálok egy ilyet, most kedvet kaptam. Peti, miért szeretnél? Fia, be fogok nyomni egy párat, és utána én fölrakok valamit. Kis tartsai élet. De egy ilyen vállalhatatlan? A kis tartsai élet stílust. De egy vállalhatatlan? Tehát, hogy van terve egyébként? Még átgondolom, hogy vállalható vagy vállalható. Azért passzolna Petihez, érted? Tehát, hogy szerintem azért... Na most ezek szerint... Igazából az az érdekes, hogy ugye az előadó művészek, de hát ezt Bandi, te tudod a legjobban, az előadó művészek, ugye éheznek a visszacsatolásra, mert hogy nem kapod meg nap mint nap a közönség visszacsatolását. Persze, ezért csinálják a legtöbb ember, de egyébként ezért csinálják a legtöbben. Egyébként nagyon, tényleg nagyon tehetséges produkciók, meg hát amiről beszéltünk egyébként már, hogy olyan emberek, akikről elképzelhetetlen volt, például Andrew Lloyd Webber nyilván nem fog egy kefébe énekelni otthon, viszont zongorázik, és papucsban a macskája ott ül mellett a nappaliában. Tehát ezek a dolgok tök jók, hogy ez a dolog megszülethetett. Hát igen, itt a most kérdés az... Most fogjuk hallani, ha belmond valamit? Bea, drágám. Mit csinál a gyerek? Gyerek a konnektorba nyúlkál. Az a mosógép. Mosógép. Mondom, hogy mosógép. Ja, egy gyerek mosógép. Ilyen mini, ja. Aha. Ne hívd ide, mert megint de nagyon jó, mert most már időben megtanítod mosni, hogy egy kicsit még nő, és már moshatja a ruháidat. Ott a bár, bocsi. Bocsi. Bocsi, ott a bár hátul, néz. Ott a bár, ott igen, van igen, igen, igen. Na, folytatjuk még, mert itt van még egy produkció, ami igen szélsőséges reakciókat váltott ki. Nem tudom, lehet, hogy sokan láttátok már, Gálvölgyi János és néhány barátja, például Havas Henrik, Hernádi Judit, Koltai Róbert, Janicsák István, Rózsa György, Benedek Miklós, Zsuzs, Kati, Sáfár, Anikó, megzenésítették nem. A maguk módján ugye a régi nem. Rolling Stones dalt, a Honky Tonk Woman, amit ugye a Zizi Labor tett itthon népszerűvé, és ők aztán Honky Tonk Nyuggernek keresztelték ezt a dalt. Nézzük meg, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a vélemény erről. Nos, ez egy érdekes dolog, mert én különböző arcokat, különböző reakciókat láttam itt most, és egyébként a nagyobb közönség reakcióiban is van, aki nagyon-nagyon imádja, hogy a nagy öregek milyen cukik, van, aki meg azt mondja, hogy abszolút a saját szobrukat bontják le. És van itt egy cikk, és ez lesz talán a vita indító erre, amely erre a klipre azt mondta, hogy a mai fogyasztó valószínűleg a zseniális, az annyira, hogy már jó, illetve a kellemetlen baromság kategóriákba tudná sorolni a dolgot. Az biztos, hogy egy igazán különleges videót kapunk, aminek tényleg nincs párja, így eldönthetjük, hogy beengedjük az egyszerű boldogságot a szívünkbe, és értékeljük az előadást, vagy hagyjuk, hogy elsodorjon minket a negativitás, és dühösek leszünk a látottakon. Szóval, szerintetek nagyon széles skálán mozognak a kommentek. Ti mit gondoltok erről? Az a baj, hogy túl sokat várunk el, vagy túl sokat várnak el egy ilyen videótól. Tehát ez pont olyan, amikor én csinálom az idióta videókat, és akkor egy úrral vitába keveredtem, aki azt kifogásolta, hogy mi ebben az üzenet, meg mi a hozzáadott érték. Miért kell... Tehát miért nem lehet megelégedni azzal, hogy mondjuk valaki azt írja neked, és itt is azt írtak egy csomó kommentben, hogy azért köszönik, mert esetleg rossz kedvük volt, feldobta napjukat. Arról nem beszélve, hogy itt a művészek egy jó része, Gálvölgyi János, Benedek Miklós és Hernádi Judit például, és akik soha életükben nem csináltak, nem is mentek volna fel egy videóklipbe, nem szerepeltek volna soha. Hát senki nem várja el. Nem. Itt a kérdés az, hogy nem maguk paródiája. Szerintem egyébként nem. Nem. Mert itt nem, egy témát parodizálnak, egy helyzetet parodizálnak, az egész szövegvilág egyébként pont egy ilyen home videós világ, tehát hogy nem várom el tőle, hogy profi senkiben nem volt olyan, hogy felsziszent, hogy ez a szekunder szégyen? Szerintem szekunder szégyen nem volt. Peti, imádlak. Nem, szórakoztató szóval volt. Ez mindenkinek, Rozi, te egy picit megfontoltabbnak tűnsz? Én
nekem volt egy pici szekunder szégyen, és ez ráadásul egy nagyon érdekes érzelem volt, mert soha nem éreztem duplán kényelmetlenül magam, mert most azért is kényelmetlenül éreztem magam, hogy nekem szekunder szégyenem volt, mert egyébként baromira tisztelem ezeket az embereket, rájuk, és teljesen. Nem akarom rosszul érezni magam, miközben nézek egy ilyet, hanem azt akarom mondani, hogy ez egy jó történet volt, és szerintem nem ők a hibásak egyébként, hanem az a valaki, aki ezt a videót összerakta, és így rakta össze. Tehát nem az ötletet kifogásolod, hanem a megvalósítást. Igen. És itt nem ő, akinek azt mondták, mondd már föl ezt az egy mondatot, légy szíves egy selfie kamerába, hanem az, aki ezt a videót így összerakta, és így ennek volt egy rendezője. És én őt kérdezném meg, hogy mégis ezt hogy gondolta. Uh-huh. Na most igen, széles skálán mozognak itt a nem, mert dühös semmiképpen, mert a dühöt kommentek. Is, dühöt említetted a cikk végén, tehát dühöt nem érezhet az ember ettől. De azért érezhet, pont hogyha azt mondja, hogy én világéletemben tiszteltem ezeket a művészeket, és dühös vagyok, hogy egy ilyennek kiteszik magukat, vagy kiteszi őket szerintem valaki. Tehát ez tud lenni egy őket valaki. Kiteszi őket valaki. De nem lehet kitenni őket, ha nem akarják gyerekeket. Ez mindenki el tudja dönteni, felnőtt emberek. Annyi mindennek voltam én már kitéve, aminek nem akartam kitenni téve. Mennyi a dzsungelben, Anikám! Ezért kell ennyit a dzsungelben járnom! De te mit gondolsz, vagy mi a véleményed erről? Hogy amit az előbb mondtam, tehát, hogy én nagyon tisztelem őket egyenként, de így együtt. Csak magának egy pontot ezért. De nem nagy tapsot adtam magamnak, csak egy kis nevetés. De ki is lehet engem fújolni. Nem tudom, én nagyjából azt éreztem talán, mint a Rozi, hogy kényelmetlen éreztem magam. Nem tartottam se humorosnak, se kellemesnek. Tehát úgy szorongtam. De ez lehet, hogy én vagyok, mindenkinek más a pszichéje. Egyébként érdekes dolog az is, hogy egy kollégám most teljesen mindegyik itt szintén tisztelek, éppen nyilatkozatát hallottam, ahol kicsit így lekezdően nyilatkozott erről a jelenségről, hogy karantén színészet. Most karant. És én ezt nem értem igazából, mert azt gondolom, hogy ez egy kapaszkodó. Nekünk ugyanúgy kapaszkodni kell a közönségbe, ahogy esetleg ők kapaszkodnak mondjuk belénk, vagy hiányoztatunk egymásnak, nem. Ebből születhetnek jó produkciók, születhetnek. Tehát nagyon sokan verset mondanak, nagyon sokan gyerekeknek mesélnek. Nagyon jó Alexandra, Epres Attila felolvasnak, ünnek és fantasztikus dolgok. Érted? Felnőtteknek olvasnak. Igen, de pont ezt kérdezem, mondtuk is az elején, hogy rengeteg zseniális produkció született Magyarországon is, és külföldi viszonylatban is. Bizonyos színházatban, a barátnőm a József Attila színházban dolgozik, és ott például a színészeknek kiadják feladatba is, hogy különböző dolgokban, ahogy ők is tehetnek javaslatot, hogy mit szeretnének, és különböző felületeken meg kell mutassák magukat, hiszen és tök jó, őrkészítőben verset kérhetsz, amit ők telefonon elmondanak neked a kedvencvel. Na, csak azért mondom, hogy ezt a klippet különböző módon kommentelték, egyébként Janicsák letiltotta a YouTube-on a hozzászólásokat, legutóbb 2000 like és 1000 dislike volt erre, és volt akinek annyira nem tetszett ez az egész, hogy jelentette a YouTube-nál káros tartalomként ezt a videoklipet. Jó, az és egy kicsit erős. És erre másokat is fejlődik, ezt mutatnám meg nektek. Ez káros, a veszélyes tevékenység. Káros, veszélyes tevékenység, gyógyszerrel vagy kábítószerrel való visszaélés, mint kategória, ami ugye letiltandó a YouTube-on. Az előző kettőre. Na, akkor még egyszer azt szeretném tőletek most függetlenül attól, hogy kinek mennyire tetszett, hogy például egy Madonna, például egy Török Ádám, például ez a videoklip, hogy ez ugye normális időszakban ez nem került volna fel. Ebben a minőségben. Én azon gondolkodom azóta, amióta nézem, mert bennem is ilyen vegyes érzelmek vannak, hogy lehet, hogy az volt a cél, hogy az a korosztály, akiknek ők a nagy etalonok, azoknak annak a korosztálynak... Az én idolomat kicserélted etalonra? Jó, oké. Annak a korosztálynak kéne otthon maradni, és hogy próbálják valamilyen eszközökkel erősíteni azt a kommunikációt, hogy otthon kell teljesen maradni. Teljesen oké. És a saját eszközeikkel próbálják. Tehát, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ennek a hasznos oldalát kéne nézni. Nem, ez teljesen oké. Most ebből a felsorolásból kimaradt a Mi Banding. Hát elég sírok is miattam. Na, de ő már a Mi Banding, a vírus előtt felfedezte magának a TikTokot, és múltkor is már ígértem, és nagyon akartam, de igenis lehet baromi jó tartalmakat gyártani, és Bandi, most megnézzük melyiket a tiédet. Nézzük nem meg. Tudom, megmutatjuk. Na, mama, hogy vagy, jöttem hozzá? Tudja, hogy vagyok? Miért? Megmondtam, mire tesz a lábot, kilöklek innét. Takarodjál! Miért? Felhívtál engem, mert szívesztek volt? Felhívtál? Hogy szia, mamácskám, hogy vagy?
szép mamácska, ma úgy szoktad. Boldog új élet neked. Minden unokám felhív, csak terem. Hát kinek képzelettem magadat? Tudod, ki vagy te? No. Ez pázi. Azt volt. Ne csináld már, mama. Soha életben, tégedet én nem foglak meglátolni. Soha. Nem is írsz a képemhez? Nem, semmit sem. Szép fiam, jaj, de szép az én unokám. De ez a... A Nagyi már visszatért. Bocsássatok meg, Bea a legnagyobb rajongóim közé tartozik. Ő tényleg mindig azonnal reagál. Na Bea, drágám, te is szólj hozzá. Bea, kész van. Igen. Melyik tetszett a legjobban ezek közül, Beám? Az eddigieknél is nagyon rajongott lett, mert most már annyira ki van éhezve mindenféle... Nehogy megfulladjál, mert rám is hozzám az egészet. Mondjál már valamit. Nehogy megfulladjál már. Azt mondja, hogy szabadítsuk ki! Én lesz szívem. Nem elég aktuális, hát azóta van egy újabb már. Ez Mandi már volt a Bandi. Tényleg, az új, nem adtátok a legújabbat be. De most ne promotáld magad, majd jó, azt is van. Megnézzük. Bandi, ez de már minden, bocsánat, majdnem szer- minden nap van. Bár ezt szeretném azért hozzátenni, most tök mindegy, kivics kivágjátok, hogy van azért, most van egy új projektem, ami már a karantén a szüleménye. Az a cím, hogy neked játszom a dalt, mert csak eljátszom, tehát nem éneklem el, uh-huh. egy csonka család csodái. Tehát egy olyan dalszövegeket választok, amit dramatizálok, és egy az egyben elhangzik a dalszöveg, de több karakter eljátsza, mint egy színdarabot. Tehát nem és csak az mind te vagy? Mindén. Ott öltözöm, wow. Mint az állat állandóan. És ugyanígy az edénybe kevered a semmit? Mindent csinálok, hát amit kell éppen. Peti, felfogtad a lényegét. Szívesen. Nincs mit. Csonka család. Jó, mitől jó és mitől ciki valami? Hát ez teljesen szubjektív. Ez szubjektív? Egyébként bocsánatot kérek, hadd maradjunk ennél a példánál, mert ugye bennem is voltak kérdőjelek, hogy ez belefér-e, és én sem vagyok elég bátor ehhez a dologhoz. Voltak feedbackek, amik elbizonytalanítottak? Először föltettem a privát Facebook oldalamra, amivel a kollégáim vannak, ugye meg a barátom, de főleg kollégáim, és akkor, amikor olyan színészek, most mondhatok neveket is, mint Pálmai Anna, vagy a Ungvári Pista, vagy Sajgárika, vagy mit tudom én, Szirtesági írták, hogy követelik a folytatást, még nehogy abba mert hagyni. Tehát amikor azt gondolom, hogy amikor a kollégáim mondjuk így ebben a dologban tényleg, miért nem mondanák meg, hogy Tehát, ez egy érdekes kérdés. Tehát, és azt mondják, hogy igen. Tehát, figyelj, most úgy fog... Jó, majd megmondod. Szórakozzál már. Ahhoz kell egy bocsi. Nem, egy ilyen dologhoz például fogjuk fel úgy, mint színész, mint egy szerepet, mint egy extrém, abszurd szerepet. Abszolút egyetértek. Itt a kérdés az, mondjuk tegyük fel ezek a szereplők, Madonna a haverod, vagy Török Ádám, vagy a Gál Völgyék. Ők megkérdeztek volna téged, hogy figyelj, már elkészít a videó, megmutatják, ezt kiraknám. Te mit mondtatok volna? Ezt vágjuk már újra. Hát a Madonnának mondtam, hogy kinevetett. A Madonnának azt, hogy szokjon le az alkoholról, de a... Szoki vagy, igen. De a... Török Ádámot elküldtük volna Perúba. Igen, a hangszer is meg volt hozzá, és a pársékszerű. És a Gálvölgyi Band? Ott újra kéne értelmezni ezt, mert nem velük volt a probléma. Nem velük volt a probléma, itt az egész unblock volt. Gyerekek, itt nem volt rendező, hát nem, mindenki elküldte a kis felvételét, és valahogy összevágta. Ki volt az ötletgazda? Meg aki összevágta meg azokat a betűket, hát, oda két a Pista oldalra volt az ötletgazda, az ő daláról, nem az ő dalad, de az ő általa sikerevi dalorval, és ő találta, gondolom ezt ki. Nem tudjuk, most találgatunk. Jó, nagyon sokat beszéltünk már arról, most ugye Bandi is többször említette már, hogy ugye mennyi művész és produkció kénytelen leállni a járvány miatt, és ez így történt ugye egy tévésorozattal is, talán a legismertebben a Barátok közt, ez egy napi sorozat, és ez nagyon fontos, mert ugye állandóan újra kell, hogy termelje magát, és a Blick szerzett egy olyan információt, hogy most állítólag újra elkezdenék a forgatásokat. Na, nyilvánvalóan a legmagasabb szintű biztonsági intézkedések mellett például az összes színészen tesztet végeznének, és csak a negatív eredmény produkáló színészek vennének részt a forgatáson. Viszont az egyik főszereplő, Rékasi Károly, írt egy levelet a produkciónak, amelyben ő megfogalmazta az aggályait. És erről beszéljünk, egy párat itt felolvasnék ezzel kapcsolatban, idézném őt. Készséggel állok rendelkezésre, ha magam és a mások védelmét kielégítőnek tartom. Elküldtem a produkció részére a kérdéseimet, többek között azt, hogy mi változott a vírus helyzetben a leállás óta, ami indokolja az újrakezdést.
A szűrés egy adott pillanat állapotát tükrözi, a következő percben bárki hordozóvá, fertőzővé válhat. Vannak kollégák, akik kiállnak rágyújtani, ebédszünetben is érintkezünk stábon kívüliekkel, ráadásul én például erőteljesen elől képzett hangokkal néha köpködve beszélek, hiszen Barta Zsolt indulatos karakter és rossz érzést kelthet a kollégákban a cseppfertőzés veszélye. 57 évesen felelősséggel tartozom a közvetlen környezetemért és önmagamért, ha nem érzem magam biztonságban, minden szívfájdalom nélkül távozom. Ez rengeteg kérdést felvet, itt például szerintem teljesen jogos Rékasi kérdése, hogy a leállás óta, ugye mi még csak felfelé tendálunk ebben a vírus görbében, a leállást valamikor elhatározták, mi változott azóta, hogy most újra kezdhetjük? Hát tök egyszerű, átírták a jeleneteket, és már nem kell smárolni a Magdi anyussal mondjuk. Ő már nincsen. Alapvetően szerintem felmérték, azt látom az embereken is, hogy volt egy kezdeti pánik, nagyon sok minden bezárt, nagyon sok minden leállt, tehát az elején például bezárt minden fodrász, masszőr, gyógytornász, mindenki, manikűrös, pedikűrös, és aztán most elkezdtek kinyitni. Ugye a legutolsó jogszabály, ami a kijárási korlátozás volt, ott fel voltak sorolva, hogy miért mehetsz utcára, például fodrász meg manikűrös. Igen, az is benne. Ezen felbuzdulva kinyitottak a fodrászok. Manikűrösök maszkban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenki elkezdi előbb-utóbb azt felmérni, hogy valahogy kell az életet folytatni. Jó, de most abban igaza, az ő, de mint abban egyetlen igaza van. Színész, aki itt legalábbis nyilvánosan ellenállt, ez egy szerintetek egy akadékoskodása, vagy ez miért most jogos? Miért kell nyilvánosan tenni egyébként? Ezt interjúban mondtál, a levelet nem hozta nyilvánosságra, a levelet tartalmát. Van jogos a felvetés, amit a Karcsi felvet, csak ugyanakkor azt felejtjük el, hogy most mindig úgy viselkedünk, mintha most lenne egy olyan időszak, amikor már újra kezdjük az életünket, és a vírus nélkül kezdjük. De nem, ezt elmondták ezerszer, hogy a vírus velünk marad, tehát akkor is el kell kezdenie dolgozni, és nem tudhatja, hogy megfertőződik-e, és senki nem garantálhatja neki, hogy nem, hiszen a vírus azért itt marad velünk, nem? Jó, de ha mindent betartanak, és tényleg megcsinálják a tesztet, és mindenki negatív. Csinálják a tesztet, aztán hazamegy a stúdióból mondjuk BKV-val, mert elromlott a kocsija, és érintkezik 28 ember, és másnap visszamegy forgatni, akkor már nem biztos, hogy negatív. Tehát ennek a tesztnek ilyen szempontból nincs értelme. Semmi ilyen teljesen felesleges. Tehát nem egy napi forgatás van, szóval egy folyamatra elkezdenek. Akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Hát ez mi jó kérdés. Egy évig, az a megoldás, amit a Bandi mond, mint egyébként fő hipohonder, és most meglepő módon nem fél, hogy igazából el kell kezdeni az életet, azt vagy megfertőződünk, vagy nem. Tehát nem jó, lehet azért, bocsánat, évekig bezárkózni. Nem vagánykodni kell, óvatosnak kell lenni, és nyilván egy csomó szempontból az életünk meg fog változni. Persze. Mert igenis a tömegközlekedésen lehet, hogy majd maszkot kell hordani, itt, ott, amott, tehát óvatosnak kell lenni. Csak ezt elmondták, hogy a társadalom 60-70%-ának ahhoz, hogy a társadalom immunis legyen, meg kell fertőződni. Igen, ezzel kezdeni kijárni ez a nyári immunitás. De vakcina viszont nem lesz, csak talán egy év múlva, vagy nem tudom. De te be vagy oltva influenza ellen? Igen. Igen? Igen. Én nem, soha életemben nem oltattam. Nem is leszek. Én be vagyok, én is, igen. Minden évben beoltatod? Minden évben beoltatom. Én nem tudom, hogy be vagyok. Szerintem te észrevetted volna beoltanak. Vannak olyan szúrások a testeden, amelyekről nem tudod, hogy hogy keletkeztek? Milyen szúrás? Minden beoltást... évben megszúrnak, és de nem veszed észre? Minden évben megszúrnak, ja. Nem. Régen, van itt ez a folt, akkor az az. Az egy gyerekkori. Nem, az a gyerekkori influenza. Az volt az utolsó injekció. Az nem influenza. Gyerekkori influenza. Nem szoktam kérni egyébként. Nem szoktam kérni, mint mondjuk a Bandi. Mit írtod a szerkesztőség? Folytatás reklám után. Akkor jövünk vissza a reklám után. Is vagyunk, és nagyjából ott hagytuk abba, hogy a Barátok közt forgatását lehet, hogy újra elkezdenék, és hogy a Rékasi Károly egyébként szerintem jogos aggodalmait kifejezte egy levélben, és most ezen vitatkozunk, ezen erről beszélünk, kicsit. Ezen lovagolunk egy picit. Na, csend már. Szóval... Na, ugye itt elmondtátok, hogy
gyakorlatilag a vírus az nem fog eltűnni, tehát előbb-utóbb érintkezni kell. Aztán ne felejtsük, hogy a produkciónak is vannak szempontjai, tehát ugye rengeteg embernek ad munkát, és nyilván ilyen szempontból is szolidáritás. Meg rengeteg embernek ad szórakozást, tehát 20 éve megy ez a sorozat, és most, hogy otthon vannak az emberek, most mindenki tévét néz. Teljesen jogos, így van. Nyilván hírműsoroknak menniük kell, tehát azt nem lehet likvidálni a televíziós kínálatból, de például egy szappanopera tényleg egy ilyen kell, hogy legyen? De nem tudnak mit nézni az emberek. Mi nézik azt az emberek reggeltől estig, hogy hány ember hal meg koronavírusban? Tehát tényleg hírműsort nézenek, az segít? Előbb-utóbb műsorgyártásnak el kell indulnia, igen, de hát tehát... akkor most megint önző módon, akkor azt gondolom, hogy a színháznak ugyanez a sorsa akkor. Persze. Tehát a színházról, ugye ott is... A színházban az a kérdés, mert ott az emberek, hogy vesznek-e jegyet úgy, hogy ennyire ül mellette egy másik ember? Muszáj, kell, ha kell. Szerintem is. Kell, hogy vegyenek. Bandi, én veszek jegyet. Egy szorongásban kérdés az, hogy egy megveszük az összeset, tanítani, nem egybe. Egy 600 fős nézőteret meg tudsz-e tölteni? Bandi, nyugodj meg, el fog indulni a színház is. Én bízom benne. Most már így is csak a következő ezek a félelmek, ezek velünk maradnak. De egyébként pont a Bundesligában valamelyik csapatnak a vezetője azt javasolta, hogy indítsák el a Bundesligát 20 000-es közönséggel. Ez nálunk ugye elképzelhetetlen, mert sose jönne össze annyi, hanem ott viszont arról van szó, hogy 70-80 000 stadionokban csak 20 000 embert engednének be, így a kellő távolságtartás meg lenne a nézők között. Mennyire életszerű szerinted egy komoly mérkőzésnél, hogy ugrálnak az emberek, és egyébként ölelgetik egyes, és ott majd 2 méter távolságot tartanak maszkban. Most mesélte a Lotfi Begi, aki ugye hatalmas Fradi drukker, hogy ő készített egy ugyanilyet, mint ami neked van, egy ilyen ováció és éjjelzés, egy ilyet, amit a Fradisoknak be fognak játszani edzés és meccs közben, mert hogy legalább meglegyen a feeling, mint hogyha ott lennének az emberek. Itt van a stadion. De egyébként nem tudhatod, hogy mikor lesz meccs. Egyébként ez egy érdekes dolog. Mert hogy rátok hogy hat most ez a műreakció? Vannak egyébként meccsek, csak zárt kapuk mögött? Nincs. Tehát hogy hat rátok ez a műreakció? Mert ugye, amit most mondtál a Lotfi Begivel kapcsolatban, az tök érdekes, hogy a focistának kell valami, akkor is a hangszóróból jön. Veletek ez most zavar, vagy azért van benne valami jó pofaság? Hát én nagyon viccesnek találom, hogy össze-vissza nyomkodod ezt a tabletet. Én itt voltam akkor, amikor az első ilyen adás volt, és akkor még nagyon zavarta ez a Gábort, és még nem nagyon találta, hogy mikor kell nyomni, meg mit tudom én. Tehát az a fajta visszacsatolás, amit kapsz egy közönségtől, az nyilván ugyanaz. Egy dobozból sose fog nem, jönni. De jól esik az a kis vastaps, amit szokott nekem adni. És mosoly! Ráne, hogy ritka, mostanában vastaps. No, térjünk egy picit vissza erre, hogy ki hogy érzi magát például ilyen szituációban. Most egy picit átugrunk a barátok köztről, mondjuk egy ilyen helyzet, hogy az ATV tényleg minden óvintézkedést megfogadott, 3 méterenként van fertőtlenítő, aki teheti maszkban, gumikesztyűben, minden eszköz fertőtlenítve van, nincsen közönség. Ti milyen érzéssel jöttök ide be? Én biztonságban érzem magam. Abszolút. Én is. De nyilván, tehát biztos, hogy belefutott már a gyártás meg a szerkesztők olyanba, akit fölhívtak, és azt mondta, hogy mit képzeltek. Mi vagyunk az utolsó 4 ember, akit nem tudtak érni, ez egész biztos. Egyébként ki hogy kezeli ezt a dolgot? Tehát például a mai jelenésetek előtt hol voltatok utoljára kint? Otthon. Kint hol voltál utoljára? És mikor? Állatorvosnál ma reggel. Ja. Te állatorvosnál voltál ma reggel. Én tegnap voltam edzeni. Futottam az erdőbe, bocsánat. Egyedül futottál az erdőben, Bandi. Én tegnap voltam akupunktúrán. Nem mondod. Hát de most a füle miatt muszáj eljárnom egy pár szó. De akkor érintkezel az emberrel. Na mert itt most nem érintkezel? De maszban vagyok. De gumikesztyűbe szurkáljál. Ott is mindenki maszban van, én is abban vagyok, és aki kezel az is. Hát most mit csináljak? El kellett mennem. Hát, jó, egészségügyi dolgoknál, hát ez muszáj. És jobb a füled? Jó. Nem viccből kérdeztem. Tényleg, most ilyen kedves érdeklőd. Vagy, igen. Köszönöm, aranyos vagy, tényleg jó. Hallod, amit mondok? Nem hallom, szájról olvasok, hát nekem az a zsámerem. Rozi, tegyük fel, mert ugye az előbb elmondtad, azt hiszem, hogy adáson kívül, hogy az éttermedet be kellett zárni, ugye a vírushelyzet miatt. Ugye mondjuk te kapnál egy külön engedélyt, a lazításnak az első stádiuma, a te éttermed lenne az a kísérleti hely, hogy működik ez a izé. Most kapnál egy engedélyt, hogy te egyedül kinyitnál le. Gondolj, ugye a
nem... A foglalkoztatottakra is. Nyilván eszembe jutnak az emberek, akikkel 5 éve építünk valamit, és ismerjük őket. Mi megpróbáltunk annyi munkatársat megtartani, amennyit csak lehet. Felszolgálókból futárok lettek, tehát hogy nagyon érdekes a helyzet, ami most van. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egyébként a magyar vendéglátás, ami egy fantasztikus ívet húzott az elmúlt 10 évben, az teljesen veszélyhelyzetbe került. Tehát én nem látom magam előtt, hogy mikor lesznek turisták ebben a városban, mikor lesz pénze és kedve az embereknek újra étterembe járni. Én nagyon remélem, hogy mindenki várja, hogy már visszamehessen a kedvenc helyére, de azért... Az egy picit talán lazít a stresszen, hogy ha mondjuk június-júliusban már lehet menni, akkor kerthelységek vannak, tehát igen, hogy nem bezárt. Szabadtér. A csapat, akivel dolgozol, őket meddig tudod magadnál tartani, érted? Mert azt mondhatják, hogy... Nem nagyon tudnak elmenni máshova dolgozni. Igen, ez esetleg mégis valami csinál, valami elkezd más csinálni. Nem a vendéglátásban, majd máshova megy dolgozni, és már nem fog tudni visszamenni ide a vendéglátásba esetleg. Nem, mi mindenkinek azt mondjuk, hogyha találnak munkát, ami fizetek, a jelen pillanatban el kell menni, elvállalni, de szerintem mindenhol érvényes, hogy jelen pillanatban az emberek a megélhetésükért dolgoznak. Házvezetőnőnek valahova. Ennyi. És amikor csapatot akarsz verbúválni, akkor újakat kell hoznod? Vagy visszajön. Valaki visszajön, valaki nem jön vissza. Egyébként itt ugye különböző korúak vagyunk, különböző neműek vagyunk, és különböző egészségi állapotokkal. Ti elgondolkoztatok-e azon, hogyha ti elkapnátok, ez vajon rajtatok hogy menne át? Mindenki elgondolkodott ezen szerintem. És te például mit gondolsz, hogy te egy ilyen meg se érzem lennél, vagy azért, igen? Én azt gondolom, hogy szerintem mi mindannyian, akik itt ülünk, azért is merünk idejönni, mert hisszük azt, hogy erősebbek vagyunk ennél a történetnél. Uh-huh. Dandi, te? Kis hipó? Erre ne tapsoljál magadnak, ne arra gondolj. Mit csinál, taps? És ne is te mit gondolsz? Én egyébként meglepő módon, tehát nem mindig mindenben a legrosszabbat látom, amikor betegségről van szó. Tehát ha nekem valami tünetem van, akkor nyilván nekem a legrosszabb jut eszembe. De most valahogy én is azt gondolom, mint Rozina, tehát valahogy úgy érzem, hogy nem látom magam a lélegeztetőgépen, és nem akarok most nyilván belegondolni ebbe, mert akkor megőrülnék. Tehát nem akarok már még több szorongást magamra húzni, mert egyébként úgyis ömlik ránk egész nap az információ halmaz, amiből nem tudod kiszűrni, és állandóan csak stresszeled magad, és nem akarom már ezt. Tehát nem akarsz válaszolni? Hát nem, hát most nem, azt gondolom, hogy... Válaszolni nem akar, nem válaszol. Hát mondott egy hosszú valamit. Nem akarja stresszelni hát magát ezen, ha mondom, elkapja, elkapja. De félsz ettől? Az a kérdés. Hát, jó, nyilván, köszi, riportertársam, Kabát Péter. Na egyébként, amióta ide járok, nagyon sokat tanulok tőled. Tényleg? És figyelek, aha, igen. Majd ezt viszonozhatod foci tudásban. Hogyha tőlem ezt most megkérdezed, én abszolút nem félek ettől a vírustól. Nem ez volt a kérdés, de hagyjuk is. Te úgy ülsz ott, mint egy szobor, neked jöhet bármi, vírus, szélvihar. Ja, igen, tehát hogy én azt gondolom, én nyilván édesanyámat féltem, mert ő sok szempontból veszélyeztetett, tehát nyilván őt féltem, amennyire lehet, őt próbáljuk megvédeni, nyilván anyák napján is majd 2 méterről hozzávágok egy virágcsokrot, de hogy én magam nem. Megállapítom, hogy egyedül a Rozi válaszolt helyesen a kérdésre. Köszönöm szépen. Mosolat Rozinának. Jó, elmondtam, hogy anyámat féltem, de magamat nem. Ez volt a kérdés. De ez rossz válasz volt, az hogy én... Az a félünk-e vagy sem, az nem, volt. Nem, nem. Mi volt a félelem beszűtte magát. Mi volt a kérdés, bocsi? Gyönyörűek vagytok. De mi a kérdés? Tényleg. Mit gondolsz, hogyha elkapnád a vírust, akkor hogyan is... Rajtam nagyon hamar végig menne. Azért nem félek a vírustól, akkor megmagyarázom a válaszomat. Azért nem félek a vírustól, mert amíg édesanyámat veszélyeztetettnek tartom, magamat nem. Nem ezt kérdeztük, hogy miért nem félsz a vírustól. Tehát nem. Egyet tüsszentené, kettőt, vagy esetleg lélegeztetőgépen. Hármat. Váltsunk témát. Na, néhány napja döbbenten láttunk egy fényképet Bruce Willisről. És egy olyan felállásban, hogy Demi Moore-ral és a közös gyerekeikkel posztoltak egyen pizsamában egy képet, mindezt a karantén alatt. Na most valami miatt ők, igen, ez zöld. Nem tudtuk átlila fehér is a te kedvedért. Zöld csíkos, jó. Szóval... Mondd azt a Petinek, hogy kiderült, hogy Fradi Drucker az egész család. Ezek fradisok? Nem, ezek Celtic, Glasgow. Celtic, Glasgow? Glasgow, Scotland. Te azért nagyon dühös vagy.
Na, szóval valamiért ők együtt töltik a karantént, bár ugye Bruce Willisnek van egy új felesége, Emma. Két pici gyerek. És két pici gyerek, 5 és 8 évesek, így van. Na most Bruce Willis több száz kilométerre van itt a karanténban Demivel, miközben az ő felesége a gyerekekkel, tehát a Demi Idaho-ban van, ez egy északi állam. A Bruce-ék eredeti háza, tehát Emmával Los Angelesben van, tehát az egy jó hosszú autóút lenne. Itt nyilván van egy ilyen jogos kérdés, hogy ez hogy lehet, hogy ez ott ragadt a karanténban. És meddig volt ott? Még ott van. De ez szerinted normális dolog? De ez önkéntes karantén. Ez egy önkéntes karantén, tehát nem rendőrök állják a házat. Igen. Hát de akkor ez valami kamu. Hát akkor visszajöttek. Mert azt hiszem a Tom Hanks volt talán, akinek a felesége megfertőződött. Van ott véletlen egy a méretében egy ilyen kis csíkos. Nem, ezt rendel, tehát ilyen teljesen megőrültek, rendelnek az Amazonról mindenféle. Jó, de a rendel akkor úgy tervezte, hogy nem egy napot maradott. Hát igen, illetve nem tervezte, de most olyan ott ragadt. Hozzá kell tegyem, hogy Emma ezt ugye posztolták is, tehát ez, amit itt látsz, ez posztolták is. Emma azonnal reagált, hogy nagyon hiányoztok, tehát cuki volt, ugye, hogy ez ilyen furcsa, picit visszatetsző. De egyébként ők jóban vannak családilag. De akkor Emma miért nem ment oda? Elvileg azt tervezték, valóban hozzátartozik a sztorihoz, hogy Emma is és a gyerekek is mennek Demihez, de az egyik gyereke játszótéren talált egy tűt, egy injekciós tűt, az a megszúrta magát, és akkor az orvosi kivizsgálások miatt nem tudtak utazni. De akkor a kérdésem az, hogy Bruce miért nem ül fel a vonatra, és megy el... Haza. Vonatra magánrepülőgépre. De teljesen mindegy. Tehát ebből induljunk ki. Tegyük fel, lezárás van Budapesten, minden kerületet egyenként lezárnak, és te épp az exednél vagy. Olyan nincs. Gyerekek. Peti. Mert nincs exed, ugye? Nyilván. Nincs exed. Épp az exednél vagy, akkor mit csinálsz? Belefülősz, ott maradsz az exednél, az előző exednél. Vagy egy életed, egy halálod. Közvetlen exted pont előtt, lehet válogatni, hogy melyiknél. Ezek 20 éve elváltak. Gyerekek, valahol ki kell lyukadnunk, tehát akkor legyen a közvetlen ex. Jó, legyen a közvetlen. Nem, nálam ragadok, az nem zavar, de van olyan, akinél zavarnak. Jó, nálam ragadsz, az nem zavar. Engem se zavar, nálam ragadsz. Oké. Okay. Te? Mi a kérdés? Hogy az exednél akkor te rendőrkordonokon áttörve hazahúznál le, vagy azt mondod, hogy basszus, itt ha közvetlen exről van szó, akkor valószínűleg igen, mert azért mentem volna, hogy egy péklapáttal tarkon vágjam. Mi lenne, hogyha az exed ragadna nálad? Isten őriz! Akkor kirúgnád, elvinnéd autó, vagy azt mondod, maradj itt, nyugodtan. Ez a gyakorlatként fognám fel, és betegség tüneteit produkálnám, és akkor gondolom elmenekülne mindenki tőle. Rácsúsztak. Egy piros cédulát ragasztanék ki egy óvatlan pillanatban az ajtó. Akkor tegyük fel másképp. A te párod ragad az exénél. Hát ki van zárva. Na, mesélj azért. Nem, hát ez ki van zárva, hát nem. De ott ragadt karanténban, lezárják a Cecília, hogy lezárja. Hogy került oda? Hát felvitt egy maszkot. Nem vitt fel maszkot. Nem vitt fel maszkot. Nem. Jó, tegyük fel, ott ragadom, mert felvitt mégis egy maszkot. Mondom, hogy nem vitte fel a maszkot. Jézus Mária, olyan vagy, mint anyukád régen. Bóknak akartam volna venni, de elugorjuk át. Nem, hát én ismerem anyukádat mérgesen. Szóval, Peti, ha az Adri az exénél ragadna. Olyan nálunk nem lehetne. Miért nem lehet? Hát úgy, mint az a Rozinál, nem lehetne. Tehát? Nem, hát ez figyelje, szerintem ez nem lenne, nem egészséges szerintem. Hát, nem? Az egész járvány nem az, mit akarsz? Hát jó, de most mióta te... Nem indul el. Ez arról szól, hogy az emberek segítenek egymásnak, tehát egy extrém esetben, hogyha normális viszony van két ember között, akkor adott esetben segíthetsz is valamit. Itt ez azt feltételezi, hogy normális viszony van. Igen, mert ha nem az, akkor rögtön azon kezdek attól, hogy mit keres a testvére. De mi ott van 3-4 napot, akkor nem jutna az eszedbe, hogy hát azért már jó lenne hazajönne, nem? Na. Nem. Jó, vagy mi? Szerintetek az exek, az páraitok exei veszélyesek rájuk? Nem. Nem. Hát okay. Azért ex. Azért ex, mert nem veszélyes rájuk. Oké. Okay. Hát az egy helyzetben csak megfordul a fejedben. Hát azért ex, mert nem veszélyes. De a párjában, tehát a párod exében megbízol? Figyelj, attól,
Hogy nem csúszik el? A páromba bízom, nem meg nem az exébe kell, hogy megbízom. A exébe biztos, hogy nem bízom meg. De hogy a párjában az ember megbízik, jó, nem megbízol, de mondjuk ebben a helyzetben, akkor nem tud eljönni onnan, nem villámlátogatásra, ott kell maradnia mondjuk két hétig, akkor bármi történhet. De, miért történhetne bármi? Akkor Bandi, akkor egy délután is megtörténhet bármi. Jó, de az csak idő... az esélye, mert kicsivel pár százalékkal így nagyobb, most nem azért. Miért? Mert nem tudhatod, az exének milyen szándékai vannak, milyen ambíciói vannak. Miért muszáj lefeküdni bárkivel, akivel két hétre össze vagyok zárva? Nem muszáj, az nem esve rosszul. Nem esve rosszul, és aki nyitsz egy két üveg valamit, két hét után kinyitod. Egy kis tequila, stb. Nem tudom, én két tequila után se fekszem le azzal, akivel nem akarok. Na de három! Jó. Visszatérve egy Bruce Willisékre, mutatunk itt még egy szexi jelenet. Nem egy szexi jelenet. Hát, azért nagyon jól érzik magukat. Tehát ez az egész. Ki ez a sok? Nem tudom, én oda belennék öltöztetve, nem biztos, hogy jól érezném magam. Van egy csomó kutya, az szimpatikus, de ki ez a sok ember? Hát ezek mind, nem tudom, mind a Demi szülte, nem tudom, kik ezek. Nem, két gyerek, az egyik, akinél a kutya van ott a sarokban, a hosszú fekete hajú, a másik, akinél a villa van. Ja. De a többi... Az meg egy pár, aki jobb felül van, a meg balagul. A többi ott ragadt a exek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi fért a mai műsorban. Itt volt velünk Vosala Rozina, Tornocki Anita, Csonka Bandi és Kabát Peti. Bocskor Gábor! Igen, mi egy hét múlva újra találkozunk, viszontlátásra, szép estét mindenkinek!